Sziasztok! Szeretnék beszélni nektek a hőszigetelésnek a tapasztalatáról, hogy eddig mit tapasztaltunk. Most jelenleg 23 fok van a házba, és 48 órája lett befűtve. Ezt úgy kell képzelni, hogy nekünk van egy tömegkályhánk, hasonlít a cserépkályhoz, csak jobban tartja a hőt, meg el lehet zárni a kéményé, így sokkal tovább tart. És azt jelenti, hogy megpakolom a kályhát, az leég egy két óra alatt kb. Igaz, hogy most csak ilyen hulladékokkal fűtünk, de az is bőven elég neki. Két óra alatt, majd hulladék deszkákkal, nem szemétre kell gondolni. Meg az a lényeg, hogy száraz fa legyen, és leég két óra alatt kb. Utána el tudom zárni a kéménynél, elzárom, és utána 48 óra múlva megint begyújtok. Az a tapasztalat, hogy így az első nap fölmegy a hőmérséklet, olyan 25-24 fok. Aztán 24 fokot tartja jó 24 órán át, így a ház, és most így haza jöttem, és lassan itt a begyújtás ideje, most 23 fokos a hőmérséklet a házba, és ez 48 óra, kint 10 fok körül van egész nap, úgyhogy eddig ez a tapasztalat, de mindjárt hoztam ilyen lézeres hőmérőt, és akkor méregetjük a külső falakat, hogy mi hány fokos. Ez itt a szobánkban lévő kályha sarok. Ez a kályha hátulja. Itt a kályha hőmérséklete. Mindjárt fénybe rakom. 26 fokos. Itt a kályha. Följön már 27. Itt mindjárt adok fényt. Ezzel a tekerővel így van nyitva, így van zárva, így lehet elzárni a kéményt. Ez itt a egyik külső fal. Viszont 1,6 fokos. 21,4. Na, ez a északi oldali fal, itt 22 fokos a hőmérséklet. Most bent vagyunk a fürdőszobába. Ez a kályhának a legtávolabbi része. Meg van közt egy ajtó is, ami állandóan nyitva van. És itt lesz a leghidegebb a fal. 21 fokos az egyik. És akkor itt van a zuhanyzó mellett, itt még kevésbé jön el a hőmérs, a meleg. Itt is 21 fokos a fal. Itt van a kályha előről. Itt 27, majdnem. Itt már 28 fokos. Ez is egy külső fal. Ez a kályával szembe lévő fal, ez 22,6 fokos. Ez a fal van a kályhától 6 méterre. Így látni, hogy 21,7. Ja. Ezek mind külső falak. Itt már 22 fokos. Végig a ajtót is. A ajtó az már hidegebb. Rosszabb a szigetelése. De az 20 fokos. Úgyhogy ennyi most. A gyerekszobában nem megyek be, mert ő még alszik. De ugyanazok a hőmérsékletek már egyszer mértem. Tehát az eddigi tapasztalat olyan
Jó 50%-os javulás a hőmérséklet tartást véget, mert azért ilyenkor már tavaly minden nap egyszer be kellett fűteni. Most meg 24 óra alatt 48 óra, ugye eddig 50%. Hogyha télen jönnek a mínuszok, ilyen állandó mínusz 1-2 fok lesz kint, meg 5-6, sikerül elérni a napi egybefűtést, mert akkor tavaly reggel meg este fűtöttem, és úgy volt állandó olyan 22 fok a házba, és ha most sikerülne elérni a 24 órás fűtést 23-24 fokkal, akkor aztán tényleg oda vág ez a szigetelés. Úgyhogy eddig olyan úgy tapasztalom, hogy jó 50%-os siker. Annyival kevesebb hő megy ki. De majd jövök, majd amikor hidegebbek is lesznek. Addig is sziasztok!